3x3 tesztkérdés, hallás utáni szövegértés magyar nyelvből, A2-es szint. Gyakoroljunk a nyelvvizsgára. A nyelvvizsgán magázzák a vizsgázókat. Hallgassa meg a következő párbeszédeket, majd válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre. Választa ki a 4 lehetséges válasz közül a megfelelőt. Figyelmesen hallgassa a szövegeket, mert csak egyszer fognak elhangzani. Első dialógus. Haló, szia! Nem zavarlak? Szia! Nem zavarsz! Mi újság? Nincs kedved eljönni velem moziba? Mikor? Ma vagy holnap. Amikor jó? Ma este ráérek. Mit nézzünk meg? Találkozzunk 6-kor a szokott helyen, és meglátjuk. Rendben, ott leszek. Szia! Szia! Első kérdés. Hol zajlik a beszélgetés? A. Telefonon. B. Számítógépen. C. Élőszóban. D. A moziban. Második kérdés. Mit néznek meg? A. Egy új magyar filmet. B. Egy új amerikai filmet. C. Egy új olasz filmet. D. Ezt nem tudni. Harmadik kérdés. Hol találkoznak? A. A moziban. B. A bejáratnál. C. Ahol szoktak. D. A kedvenc kávézójukban. Második dialógus. Elfogyott a cukor. Írd fel a listára, majd veszünk, ha boltba megyünk. Rendben. Első kérdés. Hol nem jellemző ez a beszélgetés? A. Otthon. B. Az utcán. C. A kollégiumban. D. Az irodában. Második kérdés. Mit visznek majd magukkal a boltba? A. Cukrot. B. Kupont. C. A listát. D. Reklámújságot. Harmadik kérdés. Milyen beszédmódot használnak? A. Tegeződést. B. Magázódást. C. Önöződést. D. Tetszikelést. Harmadik dialógus. Segíthetek? Köszönöm, körülnézek. Rendben, szóljon, ha segíthetek valamit. Köszönöm. Első kérdés. Vajon hol zajlik a beszélgetés? A. Otthon. B. Bankban. C. Boltban. D. Irodában. Második kérdés. Ki lehet az, aki körülnéz? A. A biztonsági őr. B. A vevő. C. Az eladó. D. A nyelvtanár. Harmadik kérdés. Mit tud neki segíteni a másik ember? A. Segít cipekedni. B. Segít átkelni az úttesten. C. Bemutatja egy barátjának. D. Megmutatja az árut. Nézzük az ellenőrzést. Első dialógus. Első kérdés. Hol zajlik a beszélgetés? A. Telefonon. Második kérdés. Mit néznek meg? D. Ezt nem tudni. Harmadik kérdés.
Hol találkoznak? C. Ahol szoktak? Második dialógus. Első kérdés. Hol nem jellemző ez a beszélgetés? B. Az utcán. Második kérdés. Mit visznek majd magukkal a boltba? C. A listát. Harmadik kérdés. Milyen beszédmódot használnak? A. Tegeződést. Harmadik dialógus. Első kérdés. Vajon hol zajlik a beszélgetés? C. Boltban. Második kérdés. Ki lehet az, aki körülnéz? B. A vevő. Harmadik kérdés. Mit tud neki segíteni a másik ember? D. Megmutatja az árut. Remélem, hogy jól sikerült. Ha nehéz volt, csináld meg újra egy óra múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!